A hírhet 0060-as számú parancsra gyűjtötték össze és hurcolták el Málenki robotra a magyarországi német származásúakat. A II. Világháborút követően több ezer magyar civil esett szovjet fogságba és került ki a Szovjetunióba. De mindaz, ami Magyarországon a II. Világháború utolsó hónapjaiban, valamint a háború után történt, nem volt egyedi jelenség, hanem a megszállt területeken folytatott szovjet politika szerves része. 1944 telétől sorra alakultak a hadifogoly gyűjtőtáborok hazánkban is. A bajai 3. Béla gimnázium is ilyen gyűjtőtáborrá alakult. Magyarországi német származásúakat kényszer munkára szervezték meg. Úgy volt annak idején, hogy ha csak egy német, vagy egy csepp német is van az ereigben, tehát ha a nagyapja, vagy őkapja, vagy nagyszülője német hangzású neve volt, az már németnek számított, és egy Málenki robot nevezetű úgynevezett kismunkára hajtották össze a németeket, a környék németségeit itt a Bácskában, és a Tolnában és a Baranyában, és ez az épület, ez a gimnázium épülete gyűjtőtáborként működött, és azért helyeztük itt ezt az emléktáblát. Tehát így gyűjtötték össze, napokig itt voltak, és innét terelték őket a bajai vasútállomásra, és ott arra vagonokba tömködve, meghazudtolva ezt a kis munkát, meg ezt a nem nagy tevékenységet, hogy így fejezem ki magamat, Ukrajnába, Donyeck medencébe hurcolták. Az én nagyapám is, a Vanc nagyapámat nem ismerhettem meg, mert ott van valahol elkaparva egy tömegsírban. 44. december 22-én volt ennek a parancsnak a kiírása, tehát karácsony előtt már elkezdték az embereket gyűjteni, és így következő év január végéig kb. 30 ezer németet küldtek kényszermunkára a környékre. Természetesen ez a Délbácskában, Jugoszláviában is ugyanilyen politika folyt, Romániából is, még többen. Tehát, és az az érdekes, hogy ahogy ugye a hadsereg, a szovjet hadsereg ment nyugat felé, így csökkent a Málenki robotra összeszedett emberek száma. Nálunk egy fiatal történész dolgozott ezen, úgyhogy a nyugati ország részben majdnem senkit nem hurcoltak oda. Hát valószínű, meg elő volt írva, hogy mennyi létszámra van szükség, ezt feltöltötték. Ha nem volt elég német, akkor bárkit összefogdostak, akit találtak az utcákon, és utána már állítólag nem volt ilyen Málenki robotra elhurcolás. A bajai 3. Béla gimnázium előtti téren 1995 óta emlékeznek meg a Málenki robotra elhurcolt bácskai német származásúakról. A vörösmárványból készült emléktábla a bajai német önkormányzat és Baja város önkormányzata jóvoltából került a gimnázium falára.